Az elkövetkező napokban a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes, magas tartományban alakul. Olvasható a Csongrád megyei egészségügyi hivatal oldalán. A pázsit fűfélékre érzékeny allergiásoknak érdemes arra is odafigyelniük, hogy a hirtelen kialakuló zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként aszmatikus tüneteket is kiválthatnak. Helyenként közepes koncentrációban lehet jelen az úti fűvirágpora is. A lórom, a libatop félék, valamint a kevésbé jelentős allergének közül a hárs és a kenderfélék pollen koncentrációja várhatóan alacsony marad. A kültéri allergén gombás spóra száma sokfelé elérheti a magas, nagyon magas szintet. A füllettség miatt sokaknál gyakori lehet a légszomj, bágyadság. A zivataros területeken a légúti panaszok felerősödésére lehet számítani. A szakértők szerint sajnos a globális felmelegedés miatt a pollenek mennyisége fokozódik, és a pollenszórási időszak is kitolódik, kellemetlen tüneteket okozva sokaknál.